A pedagógiai szakszolgálat területén dolgozó szakemberek fontosnak gondolják, hogy a területi és regionális fejlettségbeli különbségek felszámolása érdekében az azonos területeken dolgozó szakemberek megismerjék egymás eredményeit, és átadják a már bevált gyakorlati tapasztalatokat. Ez volt a célja a Máté-Szalkai találkozónak is. Ennek a programnak a célja a Nyíregyházi Tankerületi Központ és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat Máté-Szalkai tagintézményének az együttműködése, és ennek a programnak a kifejezett célja az, hogy a megyében lévő szakemberek, pszichológusok, gyógypedagógusok olyan új ismeretekkel gazdagodjanak, amelyek a diagnosztikus és a terápiás munkánkat nagymértékben megsegíti. Széchi Nóra hozzátette, a szakszolgálatban dolgozókra nap mint nap sok munka hárul, ez annak is köszönhető, hogy a szakemberek fele hiányzik a megyében. Ez viszont nem csak itt jellemző, hanem országos szinten is. Humán erőforrásban akadnak problémák, a technikai és tárgyi feltételek azonban megfelelőek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pedagógiai szakszolgálat Máté-Szalkai tagintézményében. Az előadások és kerekasztal beszélgetés célja, hogy minél hatásosabban tudjanak segíteni a rászoruló gyerekeken. Maga az intézményi keret is sokat segít abban, hogy lássák, kik a hátrányos helyzetűek, hogyan lehet felzárkóztatni őket és milyen problémákban kell segíteni őket. Itt a gyermekjóléti szakszolgálat szakember és a pedagógusok figyelnek arra, hogy a gyerekektől milyen jelzések érkeznek, vagy ha nem is konkrétan, akkor a családból vagy a környezetéből, hiszen nagyon fontos, hogyha probléma van a családban, azt általában szeretik elrejteni. Tehát azok a jelzések, hogy mi mondjuk a jelző szakemberek jelezzenek egymásnak, és ezeket az eseteket ki kell vizsgálni. Ez normál esetben így működik. Egy a speciális projekt egy szakmai nap keretében megbeszéli azokat az eseteket, hogy hogyan lehet még jobban felismerni, hogyan lehet együttműködni, hogyan lehet ezt a szakmai tímet szorosabbra fűzni, vagy akár bővíteni más szakemberekkel, gondolok itt háziorvosokkal, olyan jelző emberekkel, akik találkoznak a gyerekekkel vagy a szülőkkel. A találkozón a különböző újításokról és modern módszerekről is beszéltek a szakemberek. Ennek köszönhetően akár terápiás kutyákat is használhatnak majd a jövőben a Máté-Szalkai tagintézményekben.